Halihó, sziasztok! A címből is láthatjátok, hogy egy olyan videó következik, ami hajápolással, arcápolással foglalkozó rutin köré épül. Ezt nagyon sokan kértétek, többen is írtátok, volt, aki kommentbe, volt, aki üzenetbe, úgyhogy most mindenképpen eleget tettem így a kéréseteknek, és ha érdekel titeket, hogy mostanában milyen a reggeli arcápolási rutinom, illetve egy ilyen kis alapsminket is láthattok ezt, és hát a hajápolás. Akkor tartsatok velem! Termék, amit egyébként mindig használok, ha fürdök, ha nem, tehát ezt egy ilyen sima reggeli mosdóban való arcmosásnál is szoktam használni, és csak és kizárólag reggel. Ez egy nagyon-nagyon könnyű, lágy, habzó arclemosó a Himalájától, és én ezt nagyon-nagyon szeretem. Frissít, üdít, ez egy szuper kis cucc, úgyhogy ez nekem mindig az első. Nem minden nap szoktam radírt használni, ez körülbelül egyszer vagy maximum kétszer a héten van, és akkor általában, hogyha reggel beülök a kádba. Tehát ilyenkor szoktam elővenni, ma például ezt az Yves Rocher Elixir Jeunesse bőrfiatalító és bőr megújító radírozó arclemosó zselét, ami tulajdonképpen egy ilyen méregtelenítő arclemosó, és ne egy ilyen nagyon durva radírt képzeljetek el, hanem egy ilyen géles, nagyon finom szemcsés, kellemes, kis ilyen nyugtató radírozó. Én ezt nagyon-nagyon szeretem. Ide hoztam egy másik arcradírt is, mert hogyha mondjuk nem az előzőt használnám most, akkor szintén egy Yves Rocher-s ilyen pórus tisztító arcradírt használnék, ami egyébként egy kicsit már durvább szemcsés, tehát ő aztán tényleg egy igazi arcradír. Őt ilyen egy héten egyszer, vagy mondjuk minden második héten, mondjuk tizedik napon szoktam használni. Neki nem kellemes az illata, viszont nagyon hatékony, és én ezt nagyon-nagyon szeretem. Mivel hajat is fogok mosni, megmutatom, hogy mikre találtam most rá, és teljesen elmulasztották nekem a hajzsírosodást, amit a Tresemmé termékcsalád okozott, úgyhogy váltottam erre a Herbar Essence-re, ami bambusz és aloe verát tartalmazó hajsampon. Nagyon-nagyon szeretem, nagyon szép tőle a hajam, hozzátartozó, ugyanolyan tartalmú hajbalzsam, de én ezelőtt most föl fogok tenni egy hajkúrát is. Az pedig a Nature Box-nak az anti... milyen hatásod van neked? Ez egy ilyen töredezés elleni haj, tehát egy ilyen hosszú hajra kifejlesztett hajmaszk. Nagyon-nagyon kellemes illata van, és ilyen kicsit ilyen, hát mindjárt meg is szagolom, amúgy 96% természetes, natur, originál anyagokat, ilyen olivás, de megszagolom mindjárt, olyan igazi hajmaszk. Ezt nem tudom jobban megfogalmazni, tehát nem az a nagyon teletömött illatos parfümös, hanem ez az ilyen nagyon kellemes, úgyhogy ő belőle egy ilyen diónyit föl fogok vinni a hajvégre, és aztán a balzsammal egy kicsit átöblítem. Úgyhogy amit a kádban szoktam így elvégezni, úgymond így idézőjelbe, azt most az előbb megmutattam nektek, most kipattanok, illetve megszárítom a hajamat, és aztán elmesélgetem, hogy milyen arcszérumokat, illetve arckrémet vagy arckrémeket teszek föl a reggeli rutinom alkalmával. Most megmutatom, hogy még egyébként miket használok. Hát látszik, hogy a Himalája eléggé túlteng. Úgyhogy van nekem egyszer itt egy ilyen... Mi ez? Ez a diós arcradírozó. Nagyon szeretem. Ő egy ilyen barackos, aloe verás, szinte már elfogyott. Van itt egy eperes, zsíros bőrre. Tulajdonképpen ez nem is az én bőrtípusomnak megfelel, de annyira finom illata van, hogy ártani nem árt.
őrőlük beszéltem most, az ívrosékról, illetve a Himalájáról, és ezen kívül van itt nekem még egy ilyen maszkom, amit szintén egy olyan egy hétben, 10 napban egyszer szoktam fölvenni, fölvinni egy ilyen Neutrogena 2-1-ben arctisztító maszk, és ezt is nagyon szeretem, ez egy ilyen porus tisztító agyagos maszk, a Sebo Vegetától szintén ívrosé. Én ezeket ilyen körforgásban szoktam használni, tehát senki ne gondolja, hogy egy nap fölrakok mindent, tehát körülbelül egy hónap alatt egyszer föl szoktam őket használni. Azon kívül egyébként, amit én a sminklemosásra használok mostanában, és nagyon szeretem, ez a habzó lemosó gél, ez a Jim Jams vagy Jim Jams Beauty-tól, ez a cleansing gél, ez aloe verás és pantenol alkoholtartalom nélkül. Isten jó, úgyhogy majdnem azt mondom, hogy vetekszik itt nekem a mix a habzó arclemosommal, ami nekem az abszolút kedvenc, és mindig is ezzel mostam le a sminkemet, de most egy kicsit váltottam erre a Jims Jamsra, és még itt hátul, ha jól látom, amiben már szintén alig van, hát talán egy pumpányi, ez is Neutrogena, és ez a mandarinos, vagy grapefruitos C-vitaminos arctisztító, hát ezt is nagyon-nagyon szeretem. Itt a második polcon vannak az ilyen micellás vizek és arctisztítók. Egyébként majd fogok beszélni róla, hogy most reggel mit fogok használni. Arról beszélek, amit biztos nem. Ugyanis ez az a micellás olajos rózsavizes víz, amit képzeljétek el, akkor használok, amikor így a hajfesték kimegy. Kimegy a halántékom szélére, tehát ővele nagyon jól le tudom tisztítani, illetve a lerobbanthatatlan, matt, folyékony szárazó, folyékony matra szárazó rúzsokat csak is kizárólag ezzel tudom leszedni. Őt sem fogom most használni, de nagyon szeretem ezt a L'Oreal micellás vizet. Ezeket mondom, amikor sminkelés van akkor, illetve ezt is nagyon szeretem, ezt a mixa micellás vizemet. És hát itt vannak a tonikok, kétféle, illetve háromféle tonikom van, amiből igazából ő az igazi tonika Garniernek, ez a rózsás tonikja, a baleás, illetve az izonás, ők ilyen arclemosó, tehát ilyen gesichtswasser, tehát ilyen arcvizek, de nagyon-nagyon-nagyon jók, és őket fogom majd most használni, illetve az egyiket ő közülük. Azt a hajamnál nem mondtam el, hogy mielőtt leöblítem teljesen a hajamat, tehát leszedtem már a balzsamot, én szoktam egy ilyen ecetes vizes hajöblítést. Úgyhogy én saját magam szoktam kikeverni egy ilyen flakonba. Ez kifejezetten ilyen színvédő, pláne vörös hajra, úgyhogy én ezt előszeretettel használom, úgyhogy ezzel szoktam még átöblíteni a hajamat. Nos, közben már ki is jöttem a kádból, felöltöztem, látjátok, és akkor mutatnám is, hogy most ebben a fázisban, ebben a reggeli rutinban, hogy is haladok a arcápolással. Tehát én ugye ezek után a tisztító, radírozós szeánsz után egy arctisztító, arclemosót fogok használni, egy lágy, tehát szóval ez nem egy ilyen tonikos, ezt a Balea arcvizet használom, ami különben isteni finom illatú is, egy ilyen kis vattakoronggal, különben vannak nekem ilyen mindenféle tisztító és mosható korongjaim, ilyenek, és ezeket én nagyon szeretem, de ehhez a reggeli rutinhoz, illetve körömlak lemosáshoz ilyen pici kis korongot szoktam használni. Sokkal kevesebbet használok már egyébként, mint régebben. Úgyhogy ebben szépen áttörölgetem óvatosan, szóval nem így dörzsölöm. Áttörölgetem az arcomat, és megvárom, hogy beszívja szárazra, és utána folytatom egy másik termékkel. Szépen beszáradt a bőrömbe ez a tonik, hát illetve nevezzük toniknak, tehát arctisztító, kis arcvíz, és reggel felváltva szoktam egyik nap ezt, másik nap azt, mind a kettő ívrosé, az egyik az Elixir Jeunesse-nek az ilyen
Hát nagyon jó kis tápláló széruma, egy ilyen zselés szérum, és a másik pedig a Hidra Vegetál, ez is egy ilyen nagyon-nagyon jó kis hidratáló szérum. Én ma ezt fogom föltenni, mivel tegnap őt használtam. Ez egy nagyon-nagyon vizes, látjátok, ez ennyire folyós szérum, amit én tulajdonképpen csak simán bemasszírozok a bőrömben, nagyon-nagyon szeretem. Nagyon hamar beszárad, vagy érted, a beszívódik és a beszáradnak találtam egy új szót. Beszáródik. Na, szóval beszívve látjátok, ilyen hamar a bőröm. Én ugye mondtam valamelyik videóban, hogy már nem használok szemkörnyékápolót, mert teljesen fölöslegesnek tartom ezeket a szemránckrémeket, úgyhogy én szérumot szoktam oda is tenni, még egyetlen kis pumpányit eloszlatok kétfele. Ez nagyon jól hidratál, nagyon jól kinyitja a tekintetemet, és látjátok, hogy azért most elég karikás a szemem. Tehát itt azért nem csalás, nem ámítás kiderülnek a kiderülnek a turpisságok, úgyhogy látjátok ezt is, illetve púr, látjátok az arcomat. Nagyon-nagyon jó érzés. Azt kell mondjam, hogy amikor ezt fölteszem, akkor tényleg azt érzem, hogy kaptam egy ilyen energialöketet. Tehát itt még nincs vége. Amit nagyon szeretek még, és szintén inkább reggel szoktam használni, és most föl is fogok egy cseppet vinni, az Izanának ez a hialuron, tripla hialuron széruma. Ez szerintem drogériás viszonyban, és ezt is már valahol elmondtam, a legjobb szérum. És ennyit viszek föl, látjátok, egyetlen egyet pumpáltam ki a pipettából, ami az egész arcomon végig folyik, végigoszlatom, és ennyi. Kedvenc szérumom komolyan, kedvenc. Szintén nem most, mert ezeket is váltogatva szoktam használni, de szintén reggeli rutinomba tartozik ez az Izana Hyaluron Booster. Ampulla, amiből nekem mindig van itthon, most nem fogom fölrakni, de egy ilyen ampullát szintén két alkalommal szoktam elhasználni, és általában olyan, hát két-három naponta reggel egy felet, illetve este a másik felét szoktam fölrakni. Ez is egy nagyon nagy kedvenc. Illetve a Geek & Gorgeous-nak a szérumai, a hialuronos, a H5 Light, a B-bomb, a niacinamin, ezeket inkább egyébként este szoktam, legfőképpen a B-bombot este szoktam fölvinni, és mondom, ezeket a hialuron szérumokat szintén ilyen, hogy is mondják, vetésforgó. Tehát mondjuk hétfőn az egyiket, kedden a másikat, tehát így szoktam váltogatni, mindegyik nagyon jó a bőrömnek, és most is elmondom, hogy ezt a rutin nem kell követni. Tehát szerintem semmiképpen se kezdjétek el ezt követni. Én ezt már majdnem, hogy hónapok, évek alatt tapasztaltam ki, hogy nekem mi a jó, és az nem feltétlenül jó másnak. Tehát ez nekem így tökéletes. Közben valamikor próbálok új dolgokat, most is egy új dologra, tehát egy új dolgot fedeztem föl, kaptam próbát. Kettőt is, az Eucerin AHA Peeling és Hyaluron Szérum, tehát ezzel a Lifting Filler, ez a neve, Eucerin márkától, kettőt is kaptam, és hát az az igazság, hogy annyira jó, hogy meg fog kelleni rendelnem, pedig még életemben egyébként ilyen drága szérumot nem rendeltem, de ez biztos, hogy be fog jönni a rutinomba, mert annyira-annyira jó, éjszaka tettem föl, és reggelre komolyan, látványosan üdébb, szebb, simább lett az arcom. És hát még a nagy Jolly Jokert, ugye a nagy kedvencemet sem felejtsük el megemlíteni, az pedig a C-vitaminos szérum, a medinatolászol, amiben E-vitamin is van, és ezt úgy szoktam használni, valamikor pór, ezt is fölviszem az arcomba, de most ezután a szérumozás után jön egy krém, és ezzel a reggeli rutinom végül is be is fejeződött, és ebbe a krémbe fogom ezt a C-vitaminos szérumot belekeverni, mutatom is. Ez a reggeli rutin krém, ez egy géles krém, egy ilyen könnyű hidratáló krém a Baleától, és ezt úgy csinálom,
kiveszek egy ilyen ennyit körülbelül, nem kell többet, mert ez nagyon jól eloszlódik az arcodon, ugye a hosszú körömátka, hogy bennmarad a köröm alatt is, úgyhogy esztétikusabb és jobb is lenne kivenni valami kis valamivel. És fogom a pipettámat, ez a C-vitaminos szérum, és ide egy ilyen fél pipettányit belecsöpögtetek, és ezzel a krémes C-vitaminos krémmel, szérummal egész arcomat átmasszírozom, és tulajdonképpen ennek a reggeli arcrutinnak itt van vége, én ezt fölviszem a szemem alá is, a szemkörnyékre, nem irritálja, nagyon jó. És látjátok, hogy mennyivel, tehát élettel telibb lett az arcom tényleg, szóval én ebbe hiszek. Nagyon hamar elkezdtem az arcápolást, 10 évesen majdnem, hogy azt mondom, hogy még előbb, mert nekem már voltak ilyen tini tonik, tini hab, tini szappan, tudjátok, a Fabulontól. Úgyhogy én erre nagyon-nagyon figyeltem, mert ezt a példát is láttam, mert nagymamám is, anyukám is mindig krémezkedett, meg piperézett, úgyhogy miért lett volna ez más nálam. Úgyhogy én most itt elköszönök, megcsinálom a hajamat, és aztán visszajövök hozzátok. Mielőtt megszállítom a hajamat, egy ilyen hajvédő, hővédő pakolást fogok rátenni, így a hajvégekre. Tulajdonképpen ez ilyen hővédő szérum, ami pedig az Elsevnek a Dream Long termékcsaládja, és nagyon-nagyon-nagyon jó. Nos, itt vagyok. Gondoltam, hogy mielőtt még felraknék egy kis könnyű reggeli, nappali, semmi különös minket, megmutatom, hogy tehát ilyen a bőröm, ilyen az arcápolási rutin reggeli után, szépen minden szérum, krém beszívódott, megtette hatását, és ilyen gyönyörű lett a hajam. Láthatátok, mutattam már egyébként a fürdőszobába, most egyébként frissen van színezve, azért egy kicsit most ilyen vörösesebb, pirosasabb, picit le is vágtam, nagyon szép, élettel teli a vége, úgyhogy én ezt most nagyon-nagyon imádom, úgy érzem, hogy fel vagyok frissülve, ma egy sokkal jobb napom van, mint tegnap, úgyhogy gyorsan fölpattintok egy kis minket, és elköszönök tőletek. Nos, ígértem, hogy amikor készen vagyok egy ilyen kis alapsminkkel, akkor visszatérek hozzátok, hát ez ilyen lett, és tulajdonképpen úgyis mindig érdeklődtök, hogy mivel sminkelek, nem akartam ezt most egy ilyen smink videóba átvezetni ezt a történetet, csak gyorsan megmutatom, hogy ma a szemsminkemet az egyik kedvenc palettámmal készítettem el, ami nem más, mint a MAC-nek a Power Hungry palettája, ami ilyen gyönyörűséges szatén és matt
földszíneket tartalmaz, egy ilyen igazi natur, igazi hétköznapi paletta, különben van benne egy ilyen nagy highlight szín is, amit egyébként föltehetsz az arcodra nyilván, de én ma nem ezt használtam, és igazából úgy nem is nagyon tettem highlightot, úgyhogy hát ha lúd legyen kövér, egy picit fölrakok még ebből így végezetül, mielőtt elköszönnék tőletek. Ha érdekel titeket, még gyorsan megmutatom a rúst is, mert tehát az is mindig egy ilyen érdeklődés tárgya szokott lenni. Ez a 020-as, és azt hiszem, hogy ez egy trenditább rúzs, mert ezt ajándékba kaptam a barátomtól, és ilyen gyönyörűséges nód rózsaszínes színe van. Egy igazán krémes formula, de nem az a szaténfényes finis, amit én nem bírok egyébként magamon elviselni, ezt a rúst viszont imádom. Ilyen a smink, és hát a hajamat pedig ilyenkor hajmosás után föl szoktam tenni, mert nekem tetszik ez, hogy egy kicsit így lágyan össze van fogva, ad egy kis tartást nekem utána a hajamnak, tulajdonképpen le is bonthatnám. Látjátok, hogy most ilyenkor így néz ki. Tehát én egy picit itt meg szoktam lakkozni, és hát gyönyörűen kiegyenesítettem, kiszárítottam. Nyilván most el lehetne kezdeni vele valami frizurát, tehát így kicsit beállítani. Ezt én most meg is teszem. Nos, visszatérve még a hajamra, mert ugye ez a videó egy kicsit ilyen arcápolás, hajápolás rutin. Én ezt a hajsampont nagyon ajánlom. Én ezt a termékcsaládot nagyon ajánlom. Az én hajam egyszerűen annyira szép, puha, fényes lesz, amióta én ezzel hajat mosok, és ezt a balzsamot használom. Hála Istennek már egy kicsit meg volt a miedve, hogy mi lesz, hogyha nekem elkezd ennyire zsírosodni a hajam, és nem tudom visszanyerni a régi hajamnak az állagát. Nekem sose volt zsíros hajam, de azt hiszem, hogy az utolsó pillanatban ezt a folyamatot meg tudtam állítani. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó. Én remélem, hogy tetszett nektek. Én köszönöm, hogy velem tartottatok, és többen kérték ezt a rutinos videót, elég rég volt, hogy általában azért nálam szokott cserélődni a termékek így a fiókba, úgyhogy ez volt most így a 2020 évelei arcápolás, illetve hajápolási rutinom, egy kis minkkel megspékelve. Itt most el is köszönök tőletek, és találkozunk hamarosan. Sziasztok!